A helyi televíziók országos egyesületének Építek magazinját láthatják most. Kedvelj te is az Építek magazin Facebook oldalát, és értesülj azonnal legújabb tartalmainkról! Magas ágyás. A kerekesszékesek számára is lehetőséget teremt a kertészkedésre ez a megoldás. Öntözés. Ha hibátlan, szép fűfelületet szeretne a kertjébe, építsen automata öntözőrendszert. Klíma. A folyamatos nyári forróság egyre inkább próbára teszi a tetőtérben lakókat. Óriás lap. A speciális méretű lapok felhelyezéséhez speciális technológia is szükségeltetik. Köszöntöm építkezési magazinunk nézőit! Itt a jó idő, itt a lehetőség a kertészkedésre. Azonban ez a lehetőség sokak számára nem adatott meg. Többek között a mozgáskorlátozott vagy kerekesszékes honfitársainknak eddig erre nem nagyon volt lehetőségük. Ebben szeretett volna segíteni az egyik legnagyobb hazai építőanyaggyártó cég, amely egy magas ágyást ajánlott fel a Győri Mozgáskorlátozottak Egyesületének, sőt, Koszka Ernő kertész segítségével fel is építették azt. Nagyon sok magas ágyást építettünk az elmúlt időben. Legutóbb Emesénél jártunk Gárdonyba. Most a Leyer a Győri Mozgáskorlátozottak Egyesületének ajánlott föl durizol magas ágyást. A mozgáskorlátozottak, kerekesszékesek is fognak tudni kertészkedni. Hogy hogyan? Mindjárt megmutatom. A helyszín csodás. Itt lesz a magas ágyásunk, egy téglalap alakú magas ágyásunk. Azt tudjuk, hogy kerekesszékesek is fogják használni a magas ágyást növénytermesztésre és növényápolásra, tehát mindenféleképpen körbe kell, hogy tudjuk járni. Úgyhogy ezek a növények, amelyek most itt kicsit belógnak, ezeket mi megmetszük, és amit levágtunk, az egyből jó lesz ugye a magas ágyás aljába, hisz a magas ágyás rétegrendjében az alsó szinten az elhalt növényi részek vannak. Induljunk el az alapoktól. Ugye nem egy ördöngőség, egy magas ágyás építés. Tulajdonképpen arra kell figyelnünk, hogy az eleje, az alapok jók legyenek. Az alap pedig nem más, mint egy elszintezett, vízszintes terület. Ebben az esetben ugye 1.30x2.40-es területről beszélünk, és ha megvan a vízszintes rész, utána már csak legózunk, össze fogjuk építeni. Apa kezdődik! Magyarul elkezdődik a legó, és hogyha szerencsénk van, és jól csináltuk az ágyazóanyag elhelyezését, akkor az elemek már most vízszintes helyzetbe kerülnek. Az elemeknek két oldala van, egy natúrabb színe, egy ilyen fásabb színe, ami belőre kerül, és a erősebben színezett színe, az pedig színezett oldala, az pedig kívülre kerül. Az első sor elhelyezésre került, most figyeljünk arra, hogy úgynevezett merevítők, összekötő merevítő vasok vannak, amelyből most el kell helyezni az első elemet. Eljutottunk a második sorig. Ilyenkor azért figyeljünk arra, hogy a lyukak biztos, hogy központilag megközelíthetők legyenek, tehát ellenőrizzük, hogy a rögzítő tüskék könnyen beérhetők a lyukba. Elérkeztünk az utolsó sorig. Ugye az utolsó sor alatt elhelyeztünk egy keresztmerevítőt, és hogyha jól dolgoztunk, és a furatok egymásra pontosan elhelyezkednek, akkor egy kis gumikalapács segítségével a sarok rögzítő vasakat könnyedén el tudjuk helyezni. Akkor talán ismétlésképpen még egyszer elmondom a rétegrendet. Legalúra vékony vesző, kertinyesedék, következő réteg őszi lomb, esetleg fű, tavalyi fű vagy idei fű, a következő réteg pedig már jöhet az úgynevezett töltőföld.
János, mit szólsz hozzá? Szerinted használható számodra ez a magas ágyás? Ez olyan, mint egy asztal, nem? Szeretnél valamit, akkor mit szeretnél egy ilyen magas ágyásban? Milyen zöldségnövényt? Vagy? Paprika paradicsom. Paprika paradicsom. A javaslatom az, mivel ugye pofára megy, ha valaki belép az ajtón, akkor látja hátul a nagy magas paradicsomokat, és aztán szépen megyünk lefelé. Leier Hungária Kft. Keresett meg minket azzal a felajánlással, hogy az Egyesületünkben a mozgáskorlátozott kollégáknak, mozgáskorlátozott embereknek egy magas ágyást ajánlott felé szeretne kialakítani. Mi nagy örömmel vettük ezt a felajánlást. A legtöbb mozgáskorlátozott vagy szociális bérlakásban, vagy mozgáskorlátozottaknak kialakított lakásban él. Lehetőségük sincs arra, hogy egy picit kertészkedjenek. Itt viszont itt ez a csodálatos magas ágyás, ami nagyon szép. Nagyon-nagyon örülünk neki, és nagyon szépen köszönjük. Hát nagyon szép lett. Bízom benne, hogy sok gyümölcsöt fog adni, és gondozhatjátok. Na de mi maradt el? A locsolás! Így van, a locsolás. János, köszönöm. Ez vér. És hát jövőre jövök, és megleslek benneteket. Jó? Várunk szépen. Egy magas ágyást természetesen a legnagyobb nyári melegben is tudunk kannából öntözni. Ugyanez már komolyabb probléma a fű esetében. Ha szép, hibátlan gyepre vágyunk, akkor semmiképpen nem ússzuk meg az öntözést. De mi a jó megoldás? Talán a slag? Nos, szerintünk nem. Ha időt és pénzt is szeretnénk megtakarítani, akkor érdemes elgondolkodnunk egy öntözőrendszer telepítésén. Az egyszeri beruházás nem olcsó, de utána lényegesen kisebb lesz a vízszámla. Nézzék csak! A víz. A bolygónk felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, földi életünk alapja. A Föld felületének ugyan 71%-át víz borítja, azonban ennek csak mintegy 2,5%-a az édesvíz. Ráadásul ez az arány folyamatosan csökken, így nem mindegy, mire és legfőképpen mennyit használunk el belőle. A kertjeinkben lévő növényeknek szintén vízre van szükségük ahhoz, hogy folyamatosan pompázzanak a nyár folyamán, és nélkülözhetetlen a víz a fű részére is ahhoz, hogy udvarainkat gyönyörű zöldjebb felületként borítsák be. Ez különlegesen igaz a frissen elvetett fűmagra. A frissen vetett fűmagnak, illetve a magágynak arra van szüksége, hogy folyamatosan nedvesen tartsuk. Nagyjából, hogy 3 héten keresztül kell nedvesen tartani, míg az összes fajú és fajtájú mag kicsirázik, és utána lehet visszaállni a normál öntözésre. És itt jön képbe a víztakarékosság, ugyanis nem mindegy mivel, és az sem mennyi ideig kell öntöznünk. A hagyományos locsolótömlő a legegyszerűbb, ugyanakkor a leginkább idő- és vízpazarló megoldás. De akkor mit választunk inkább? Legjobban kontrollálni öntöző berendezés segítségével lehetséges, ellenkező esetben marad a slag, vagy ez a billegetős öntöző berendezés. Én mindenképpen amennyiben lehetőség van, az automata öntöző berendezést javaslom. Így döntött a filmünkben látható kert tulajdonosa is. Hiába próbálkozott éveken át hagyományos öntözéssel, a nagy nyári melegben rendszeresen kiégett a fű, így a kert éke helyett inkább a kert legnagyobb bosszúsága volt a pázsit. Azaz inkább, ami a pázsit helyén nőtt. Az elhatározást tett követte, így a tervezési és egyeztetési folyamatok után a Duruckert csapata nekilátott az automata öntözőberendezés telepítésének. Készült itt a kertről egy felmérés, utána egy tervezés. A tervezés során meghatároztuk, hogy hova kerülnek a szórófejek, utána kiástuk az öntözőrendszernek a nyomvonalát, ahova a csövek kerülnek le. A szórófejeknek a helyei ki lettek jelölve, fel lettek szerelve a szórófejek, a mágnesszelepek, a vezérlőautomat, az esőérzékelő, és utána pedig, ha ez mind megvan, akkor ugye az árkokat be lehet temetni, és üzemképes az öntözőrendszer. Mint szakértőnk elmondta, öntözőrendszert nem csak teljes újrafüvesítés előtt lehet telepíteni, mint ebben a kertben történt, hanem meglévő, jó minőségű pázsit esetén is megoldható.
ebbe a kertbe hálózati vízről öntözünk. Itt almérő is fel van szerelve a hálózati vízre, hogy csatornadíjat külön ne kelljen fizetni a kijutatott víz után. Az öntöző rendszer kiépítése természetesen földmunkával is jár, erre mindenképpen készüljünk fel. Azonban a végeredmény megéri a párnapos kellemetlenséget. A vízvezetékek talajban történő elhelyezése után jöhet is egy gyors teszt, majd a szórófejek végleges beállítása. A vezérlő elektronika programozása gyerekjáték, de arra figyeljünk oda, hogy a növekvő fű különböző intenzitású öntözést igényel majd. Mindenképp az alapszabály az, hogy kevesebbszer többet öntözzünk. Tehát azt a mennyiséget, amely egy-egy alkalommal naponta ráöntöznénk, és 1-2 cm mélyen beöntöznénk a talajba, azt inkább heti egy alkalommal koncentráljuk. Ez mindaddig érvényes, amíg nincsen 30-35 fok felett az időjárás. Ekkor azért érdemesebb a heti 2-re átállni. Én azt mondom, hogy ha valaki öntöző rendszert választ, főleg a mostani öntöző rendszerek már víztakarékosak, tehát ezzel a nagyon pontosan be lehet lőni a kiutatott víz mennyiséget, tehát vízpazarlás nincsen, és gazdaságosan fel lehet használni az öntöző vizet. Tehát azt mondom, hogy költséges egy öntöző rendszernek a bekerülési ára, de megéri, visszahozza a befektetett energiát és pénzt. Elkészült és üzembiztosan működik tehát az új öntözőrendszer. A kiépítés után megtörtént a kertben a fű újratelepítése is. Az eltelt közel 2 hónapban a fűfelület gyönyörűen kifejlődött, bizonyítva azt, hogy a megfelelő vízkijuttatással itt is elérhető az a szép zöld gyep. A klímaváltozása, globális felmelegedés nem csak a kertben érezteti hatását. Sokat tudnának erről mesélni azok, akik egy tetőtérben élnek, klímaberendezés nélkül. Télen megfagyunk, nyáron megsülünk a nem megfelelően felépített és szigetelt tetőszerkezet alatt. De újabban a viharos szelek is gondokat okozhatnak, pláne ha nem a megfelelő szakembert választottuk a kivitelezésre. A probléma összetett, így mi is igyekeztünk minél több szakértő véleményét kikérni. A folyamatosan változó és egyre többször hektikussá váló időjárás nem csak a tetőfedő anyagokat, szigeteléseket, fóliákat és kiegészítőket gyártó cégeket teszi próbára, hanem a kivitelező szakembereket és a kereskedőket is. A piacon jelenlévő anyagok sokféleségéből ugyanis nekik kell olyan megoldást javasolni az építetőnek, ami hosszú távon biztosíthatja majd a tető megfelelő működését. Erre azért is szükség van, mert az időjárás bizony nem kíméli a házak ezen szerkezetét. Azt veszük észre, hogy hóból egyre kevesebb van, szélből pedig egyre több, egyre nagyobb, egyre intenzívebb. Korábban a szerkezeteket inkább a hóteher határozta meg, az alapján kellett méretezni, tervezni. Manapság inkább a szélteher az, ami fontossá válik, és teljesen megváltoztak az erőknek az irányai. Felhasznált anyagokban mindenképpen változás szükséges. Korábban az ágyszerkezeteket inkább csak ágykötésekkel készítették, amikről a szakma bármelyik szereplője tudja, hogy inkább nyomást képesek felvenni, ahogyan a hó is inkább nyomást gyakorol a tetőszerkezetekre. A szél az már néha megemeli, letépi, mindenképpen vízszintesen vagy függőlegesen akarja mozdítani a szerkezeteket, és ezeket a hatásokat inkább vasalatokkal, csavarokkal, kötőelemekkel lehet kivédeni. Biztosan sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon a tető mely részei azok, amelyeknél érdemes drágább, jobb minőségű anyagot választani. Rossz hírünk van, sajnos az egész. A rétegrendben lévő bármilyen gyenge anyag a teljes tető működését negatívan befolyásolhatja. Kezdjük az elején. Ahogy itt is látszik, hogy az ágy szerkezet ugye az alapja annak, hogy azoknál is, hogy milyen módon és előre megtervezetten, tehát precízen megtervezve és az igényekhez mérten legyenek ugye kialakítva, és ezekhez a minőségi anyagokhoz, a minőségi kötőelemekkel együtt tudjuk ezeket a munkákat olyan módon kivitelezni, hogy az igényeknek megfeleljen.
Az ágyszerkezet elkészülte után a tetőfóliák és a különféle hőszigetelő anyagok felhelyezésével folytatódik a tetőépítés. A jó minőségű fólia ma már elengedhetetlen része a modern, időjárás álló tetőnek. Ha a tetőtér lakott lesz, akkor pedig a hőszigetelő anyagok széles spektrumából választhat a megrendelő. Egyre népszerűbbek a befújt cellulóz szigetelő anyagok, de a különféle púr és pirtáblák használatával is egyre több építkezésen találkozhatunk, akár csak a hagyományos szálas szigetelő anyagokkal. Ha a tetőtér nem lakott, a födémet akkor is mindenképpen szigeteljük le. A rétegrend utolsó eleme, és így a tető éke maga a tetőfedőanyag. Ennek a kiválasztása és a megfelelő módon történő beépítése talán a legfontosabb. A piacon kapható anyagok közül a három legnépszerűbb és időjárási szempontból leginnovatívabb a kerámia, a beton és a fémlemezfedések. A kerámia cserepeknek ugye van egy olyan tulajdonsága, hogy ami egy engó felülettel van ellátva, az az UV-sugárzásnak nagyon ellenáll. Ezek a cserepek 50 év múlva ugyanígy fognak kinézni, tehát se esztétikai, se műszaki probléma nem lehet vele. A betoncserepeknél a gyártók törekednek arra, hogy minél jobb felületeket hozzanak rétre, olyan felületeket, amik ellenállnak az UV-sugárzásnak, illetve ugye a betonosok olyan bevonatot alkalmaznak, aminek van egy hő, illetve fényvisszaverő képessége, ezáltal egy beépített tetőtérnél ez a nyári nagy melegbe akár 2-3 fokot is jelenthet. A harmadik kategória azok a fémlemezfedések. Az egyik, ami csak egy festett fémlemez, a másik, amikor ezen a festett fémlemezen van egy kőszórás is. Az előzetesen felmért funkcióknak megfelelő anyagválasztás azonban csak egyike a jó tető alapfeltételeinek. A másik, legalább ilyen fontos, a kiváló kivitelezői munka. Hiába veszi meg ugyanis az építető a legdrágább anyagokat, ha trehány beépítéssel ezek nem tudják funkciójukat teljesíteni. Itt csak egyet javasolhatunk. Keressünk minél több referenciával rendelkező kivitelezőt, sőt, ha tudunk, beszéljünk korábbi megrendelőivel is. Egy valamire azonban készüljünk fel, hosszú lesz a várakozási idő, ugyanis az ács, a bádogos és a tetőfedő is hiány szakmává váltak az utóbbi időben. Gondoltuk volna néhány évtizede, amikor a 30x30-as járólapok, burkolólapok idejét éltük, hogy eljön az az idő, amikor a fürdőszobánk teljes magasságának lefedéséhez elég lesz egy darab, igaz hatalmas méretű lap? Mára oda jutott a gyártási technológia, hogy akár 3 méter magas csempét is tehetünk a falra. És teszünk is, hiszen ki ne szeretne valamiből nagyobbat, mint a szomszédé. Igen ám, de ezeket a lapokat valahogy fel is kell ragasztani a falra. Íme a megoldás. Senki számára nem lehet kérdés, hogy a lakások interior kialakításánál folyamatosan változnak az aktuális divatirányzatok. Ez természetesen az egész lakásra igaz, de legjobban talán a fürdőszobákon, azon belül is a fal és a padló burkolatokon követhető nyomon. Nagyanyáink idején a 15x15-ös csempe volt a divat, leginkább fehér, kék vagy zöld színben. Aztán elkezdtek a lapok színesebbé és egyre nagyobbá válni. Valóban a piac mozgása szempontjából megfigyelhető az, hogy egyre nagyobb lapok felé tolódik el a trend. Ennek előnye ugye az, hogy most már 3 méteres lapokkal is akár dolgoznak a tervezők, ezzel megnyitják a teret, és sokkal letisztultabb formát tudnak ezzel létrehozni, csökkentik a fugáknak a mennyiségét. Ez azért is lehet fontos, mert a fürdőszobákban a fuga egy sarkalatos pont tud lenni. Hát itt is látható ezek a másfeles lapok, abszolút efelé tendál az egész, de ahogy említettem már, ezek a 3 méteres lapok is abszolút jelen vannak. Ugye ezzel meg tudják oldani azt, hogy egy lapból akár egy teljes fal felületet le tudnak fedni. Gergely elmondta azt is, hogy a nagylapok értékesítése számottevően megugrott az utóbbi időszakban, azaz az aktuális divat benyomult hazánkba is.
Ha az ilyen méretű lapok használata mellett döntünk, mindenképpen olyan burkoló szakembert válasszunk, aki rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel és technikai tudással. Igen, egyre többen keresik ezekbe a lapokat, nem csak a vásárlók, de ahogy említettük, a tervezők is most már efelé húzódnak. Különböző gyártók oktatásaira érdemes elmenni, kimondottan kivitelezőknek szervezik ezeket a lehetőségeket. Itt érdemes mindenféleképpen részt venni rajta, különböző eszközöket bemutatják, hogyan kell használni, különböző technikákat megmutatnak, és ezáltal megkönnyítik az ő munkájukat. Úgy döntöttünk, egy ilyen képzésre és bemutatóra mi is ellátogatunk. Magyarország egyik meghatározó építőanyaggyártó cége forgatásunk idején tartotta bemutatóját a szakemberek részére, ahol a nagylapok ragasztási, vágási és legfőképpen mozgatási technológiáit ismerhették meg a kivitelezők. A bemutatón szóba került az is, hogy nem csak a megfelelő technika elsajátítására van szükség. Aki profi módon szeretné ezt a divatos terméket beépíteni, annak bizony rendelkeznie kell a szükséges szerszámokkal is. Új szerszámkészletre van szükség, speciális eszközökre, a megfogásra, a vágásra, mind az elemeknek a mozgatása, mind a vágása speciális kerlitvágóval történik, a mozgatása vákumos tappancsokkal vagy mozgatókerettel. Gyakorlatilag ezeket már szabad kézzel nem is érdemes megfogni és emelgetni, mert nagyon könnyen törnek, és akkor csak problémát okoz az elhelyezésük. Szerencsére a gyártók úgy alakították ki a szerszámkészletet, hogy mindenféle típushoz és mérethez igazodjanak. Ebből következően, hogyha valaki kisebb lapot akar megmunkálni, elég az egy asztal, hogyha nagyobbat, akkor kettő, és ezt akár a végtelenségig lehet sorolni, természetesen olyan méretű lapokat egyelőre azért még nem gyártanak. Azért ezeknek a lapoknak van súlya, tehát ne szépítsük a dolgot, nem könnyű. Hogy lehet azt mégis elérni, hogy a felragasztásnál ezek a lapok ne csúszanak meg? Hát itt jönnek a képbe a komoly fejlesztés eredménye által létrejött új ragasztók. Ezek a ragasztók rugalmasak, és ami nagyon fontos, hogy lecsúszásmentesek. Tehát stabilan tartják az oldalfalon akár mekkora méretű lapot, úgyhogy az akár csak millimétereket se csúszson meg, tehát gyönyörűen lehet pozícionálni, és gyakorlatilag egy fél órán belül még akár a pozíción lehet módosítani utólag is. A nagy lap tehát nagy kihívás, nem csak a szállítása, mozgatása, de a helyszíni kivitelezése miatt is. Speciális eszközök és kiegészítők nélkül nem is szabad nekifogni. Azonban, ha megtaláljuk az ideális szakembert, akkor az ilyen termékekkel burkolt fürdőszoba vagy konyha egészen biztos, hogy a lakás ékévé fog válni. Egészen addig még nem jön egy még nagyobb. Műsorunk vége felé következzen e-havi játékunk. Ne feledjék, a válaszokat Facebook oldalunkon privát üzenetben küldjék el számunkra. A nyertes nevét egy hét múlva szintén ott közöljük majd. Játsz te is a 30 éves Elbéknauf Kft. És az Építek magazin közös játékán. Válaszolj helyesen a következő rövid film után feltett kérdésünkre, és ha Fortuna neked kedvez, megnyerheted ezt a szuper 25 000 forint értékű Elbéknauf ajándékcsomagot. Kovács úr, ez az ön háza. Kérdésünk a következő. Hogy hívták a filmben szereplő háztulajdonos urat? A választ küldd el privát üzenetben az Építek magazin Facebook oldalán. A válaszokat 7 napig várjuk tőletek, ezt követően a helyes megfejtők között kisorsoljuk az adott hónap nyereményeit. A nyertes nevét szintén Facebook oldalunkon láthatjátok majd.
Kedves nézőink, ennyi fért építkezési magazinunk mai számába. Kérjük Önöket, csatlakozzanak az Építek Facebook oldalához, valamint YouTube csatornánkhoz. Így rengeteg olyan hasznos információhoz juthatnak, amelyeket a műsorban nem tudtunk bemutatni. Várjuk Önöket a jövő hónapban is ide a képernyők elé, az interneten pedig minden nap. Viszontlátásra! Műsorunk elkészítését támogatták. Minden részletében Leier. Leier tégla. Egy életre szól. Baumit. Életünk színei. Hőszigetelt homlokzatokon. Baumit. Az életünk színei. Porotherm termo és klíma. Okos tégla a Wienerbergertől. A Silvercol fugázó anyagok gyártója a Lassesberger Knauf. Partnerünk a kivitelezésben a Venévszer Kft.